Cseresnyés Péter hozzátette, a foglalkoztatás növekedési üteme Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legdinamikusabb az országban az elmúlt időszakban. 2010 és 2016 között 180 ezerről 230 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma, ami 27% feletti növekedési ütemet jelent. A munkába állók fele a versenyszektorban helyezkedett el, ami a hátrányos helyzetű térség ellenére nagyon jó eredménynek számít. A munkanélküliek száma 10 000-rel csökkent a keleti megyében, a munkanélküliségi ráta 18,2%-ról 11,6%-ra javult. De még mindig sok teendő van a térségben a foglalkoztatás területén, tette hozzá az államtitkár. 2017-ben igazodva a munkaerőpiac gyors változásaihoz tovább folytatódik a szakképzés és a felnőtt képzés átalakítása, és a gazdasági igényekhez való még hatékonyabb igazítása. A tervezett beavatkozások a gazdasági szereplők versenyképességének fokozása érdekében rövid távon a vállalati képzések rendszerének kialakítását és beindítását és annak kiterjesztését célozzák. Középtávon a vállalati érdekeltségen alapuló, a munkaerő utánpótlását biztosítani tudó iskolarendszerű szakképzés további átalakítása történik majd. Az új oktatási centrum ügyvezetője elmondta, a beruházás 225 millió forintba került, aminek része a 150 millió forintos támogatás a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A tanműhelyben 8 szakmacsoportban kezdik el szeptembertől a gyakorlati képzést, ilyen például az épületgépészeti csőhálózat szerelő, kőműves, hegesztő, burkoló, festő és bútorasztalos szakma. Cégünknek jelenleg is 25 fő állományi létszáma van, ezen felül folyamatosan együtt dolgozunk alvállalkozó társcégeinkkel, így közel 50 főt mozgatunk meg különböző beruházási területeken. A szakképzőcentrumnak az volt az elve, hogy kiképezni azokat az utánpótlás embereket, akikkel későbbiekben, a jövőben tudunk majd együtt dolgozni, hiszen minden szakterületen, az építőiparban, legalábbis ami bennünket nagymértékben érint, hiányosságokat vettünk észre szakmai területen. Ebből kifolyólag hoztuk létre ezt a szakképző centrumot, ahol elsősorban építőiparhoz kapcsolódó 8 szakmacsoporttal szeretnénk elkezdeni a gyakorlati képzés bonyolítását. A térség országgyűlési képviselője szerint a duális képzés bevezetése nagyban hozzájárul a magyar gazdaság fejlődéséhez. 2010 után a szakképzés átalakítása elkezdődött, hogy gyakorlatorientáltabb legyen a képzés, hogy a szakmát jól megtanulják a tanulók, és azért örülök, hogy itt Tiszalökön egy ilyen gyakorlati képzőhely valósult meg 21. századi minőségben. Remélem majd ezt a hallgatók, a tanulók igénybe fogják venni, hiszen a duális képzésnek óriási ereje van, hogy megszeressen egy tanuló egy szakmát. Itt pedig, ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és itt Nyugat-Szabolcsban is elég magas a munkanélküliség, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az országos átlagtól csak egy kicsit magasabb, és sokkal rosszabbak voltak a mutatók pár évvel ezelőtt, és a szakképzés, a szakemberek, a szakmunkások képzése, amelynek átalakítása néhány évvel ezelőtt elkezdődött, és most is tart, azt mutatja, hogy szükség van a magyar gazdaságnak szakképzett munkaerőre. A tanműhely átadásán jelen volt Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke is, aki azt mondta, a munkaerőpiaci igények határozzák meg, milyen képzésekre van szükség. Ez a nagyszerű példája, ez az oktatási központ annak a módszertannak és törekvésnek, amely arra irányul, hogy rugalmasan a munkáltatói igényekhez alkalmazkodva, magas szintű képzés keretében a munkaerőpiacon jól hasznosítható tudást hozzanak létre, adjanak át az itt tanuló, itt képzésben részesülő munkavállalók, leendő munkavállalók számára, akik számára a személyes egzisztenciájukat is biztosító tudás, szakképzés, szaktudás birtokába jutva, illetve a munkáltatói igényeket is messzemelően kielégítve részesülhetnek képzésbe. Cseresnyés Péter mindehhez hozzátette, a folyamatos felnőtt képzés a munkavállalás szerves részévé válik. 2017-ben a vállalati képzések rendszerének felgyorsítását 45 milliárd forint uniós forrás segíti majd, amelyre várják az építőipari nagyvállalatok és kisebb cégek pályázatait is.